Sziasztok, ez itt Levino csatornája. Így néz ki a cukkini, amikor tönkre ment. Termés nincs rajta, nincs értelme tovább megtartani, de se baj, még nincs vége a szezonnak. Ugyanebbe a cserébe fogok egy palántát ültetni, amit én neveltem. Körülbelül 2 hete vetettem el a magokat, kis cserepekbe, pár nap alatt ebben a melegben kikeltek, és most jöhet a másodpalántázás. Alapesetben ugyanazt a növényt nem lehet kétszer ugyanoda ültetni, kivéve, ha feljavítjuk a talajt. Most is ez fog történni. Természetesen először ki kell szedni ezt az előregedett tövet, ami mehet a komposztba. Kicsit fellazítom a földet, majd jöhet a tápanyag utánpótlás. Szerencsére nincs nagyon lekeményedve, nincs vele sok feladat. Itt van még egy körömvirág a cserében, ő maradhat, jól el lesznek együtt. Jöhet hozzá egy adag komposzt, amit jól belekeverek. Ez a legjobb ültető közeg, hiszen tele van szerves tápanyaggal. Ezután ások egy mélyebb lyukat, és beleöntöm ezt a kis összegyűjtött konyhai zöldségmaradványt, amiben még egy teafilter is került. Ez is nagyon jó komposzt alapanyag, és visszatemetem. Ez a szerves anyag hamar lebomlik és táplálja a növényt. De ez még nem lenne elég, ezért szórok a földbe marhatrágya granulátumot is, amit szintén nem árt jól belekeverni. Jöhet az ültetés. A gödörbe kerül egy maréknyi talajkondicionáló, ami a gyökér környezetében fokozatosan a talajba oldódik, és természetes módon hosszú ideig képes táplálni a növényt. Hatására sötétebb és nagyobb levelek fejlődnek, és a termés eredményt is lehet vele fokozni, valamint ezeknek a csövecskéknek köszönhetően a szárazságot is jobban bírják a növények. Most már szépen feljavítottuk a földet, jöhet a palánta. Nem kell túl mélyre ültetni, óvatosan lenyomom a földet, nem megsértve a gyökereit. Még egy alapos locsolás, és nincs más dolgunk, mint gondozni a kis palántát. Mivel az ősz is melegnek ígérkezik, van remény, hogy beérik a cukkini, hiszen rövid tenyészidejű növény. Ezen kívül még uborkát is lehet bátran ültetni, itt várnak kiültetésre nálam ketten, és egy patiszonnak és cukkininek kell még helyet találnom. Ha nincs kertetek, egy napos vagy félárnyékos teraszon, erkélyen is megoldható a cukkini termesztés. Még nagyon sok lehetőség van idénre, szeptember elején fogok vetni mángoldot, pákcsolyt és különböző salátákat, például római salátát, jól bírják a hűvösebb időjárást, és ilyenkor már kevesebb kártevő is van, mint például a földi bolhák, akik rendszeresen felzabálják a pákcsolyt. Remélem hasznosnak találtátok a videót, ha ez így van, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, a lájkoknak is nagyon örülök. Köszönöm, hogy velem voltatok, jó kertészkedést, mert kertészkedni jó, sziasztok!